Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. A KSH igen gyakran keveredik politikai vitákba, még hogyha ez adott esetben statisztikai hivatal számára nem is túlságosan örömteli. Az ön időszakában, amikor ön volt a KSH elnöke, akkor például szintén volt egyfajta jobb oldalról, bal oldalról különböző megközelítésből érkező nyomás? Igen, azt hiszem, hogy ez egy folyamatos, hosszú évek óta tartó nyomás. Én azt hiszem, hogy a rendszerváltás óta egy folyamatosan meglévő dolog, amit nyilvánvalóan az oldhatna meg, hogyha a Központi Statisztikai Hivatal státusza megváltozna, és a Nemzeti Bankhoz hasonló független helyzetbe kerülhetne. De hát most az elmúlt időszakban pont az ellenkező folyamat látszik érvényesülni, tehát hogy gyakorlatilag mintha bedarálódna. Igen, mert a nemzetközi gyakorlat szerint azért a statisztikai hivatalok nem a parlamentek alá rendeltek, hanem vagy a miniszterelnök, vagy valamelyik miniszter alá tartoznak, feltételezve azt persze, hogy demokrácia van, és érvényesülnek azok a demokratikus folyamatok, amelyek az adatbiztonságot, a tényleges adatközlést maximálisan biztosítják. Na de most, tulajdonképpen én azt remélem, hogy igazságot tesz ebben az ügyben, ami a GKI kutatásának eredménye, a KSH adatainak állítólagos félreértelmezés, és akkor egy finom változatot mondok most a minisztérium, a Nemzeti Gazdasági Minisztérium megfogalmazásához képest, vagy pedig a Nemzeti Gazdasági Minisztérium politikai típusú megközelítése között van. Ugye itt ez három különböző dolog. Hol az igazság? Hát egyben biztos vagyok, hogy a GKI Gazdaságkutató Részvénytársaság tényadatok alapján dolgozik, és reálisan értékeli a valóságot. Ez ön nyilván... is azt olvassa az adatokból, amit ők? Igen, ez így van. Én is ezt olvasom. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon bebizonyította ez az elemző cég, hogy ténylegesen reálisan méri föl a gazdaság és a társadalom folyamatait, úgyhogy én itt nem látok semmi mellébeszélést és különösebb problémát. Akkor, amikor a minisztérium azt mondja, hogy a Gyurcsány és Bajnai kormányok házi kutatóintézeteként cinkosként fedezték az ország végleges eladósodásához vezető költségvetési trükköket, és a KSH adatokkal bűvészkednek, ez merőben politikai nyilatkozat és semmi valóság alapja nincs? Hát én azt tudom mondani, hogy az első Fidesz kormány alatt Matolcsi miniszter úrnak rendszeresen végzett a gazdaságkutató is nagyon komoly társadalmi gazdasági elemzéseket, akkor én az Ekostat főigazgatója voltam, és rendszeresen részt vettünk a miniszter úr gazdasági tanácskozásain, ahol a GK is ott volt, és mindegyik magyarországi kutatóintézet nagyon komoly feladatokat kapott abban az időszakban. Ez most úgy tűnik megváltozott, és én igazán nem értem ezt az ellenkezést. Itt valószínűleg a jelenlegi gazdaságpolitikai kommunikáció esetleges hibáiról, esetenkénti mellébeszéléséről van szó. Azt mondja Molnár László, hogy nekik nem kell lejáratniuk, ugye a GKI vezérigazgató, nem kell lejáratniuk azt, hogy magától lejáratódik. Közben meg a KSH hallgat. Pedig a KSH-nak kellene talán leginkább megszólalni ebben az ügyben, ha egy független intézmény. Igen, hát én úgy gondolom, hogy a KSH tartja magát ahhoz, hogy a gyors jelentéseiben közli az általa felmért és értékelt folyamatokat, és úgy látszik, megelégszik ennek a kommunikációjával. Egyébként ez a magatartás talán érthető annyiban, hogy hát politikailag nem kéne a KSH-nak semmiféle csatározásban részt venni nyilvánvalóan. Ezzel gondolom, hogy aláásná a renoméját, és aláásná azt, hogy nőjön a statisztika iránti megbízhatóság. Egyébként, amikor én a KSH elnöke voltam, itt volt az Eurostatnak a főigazgatója, a vendégem volt, és tartott egy előadást az Európai Unió statisztikai hivatalai előtt álló feladatokról, és akkor az egyik sarkalatos pont pontosan a megbízhatóság volt, a függetlenség volt, az, hogy a politikai befolyásoktól abszolút mentessé lehessen tenni az egyes statisztikai hivatalokat. De az tényleg úgy van, hogy a statisztika az azért szép tudomány, mert minden igazolható általa, pro és kontra? Nem, én nem hiszem, hogy ez igazolható. Időről időre félre lehet adatokat magyarázni nyilvánvalóan. Itt most ez történik? Tehát most alapvetően kimondja, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium ebben a közleményében megvádolja a GKI-t valami olyannal, ami nem igaz? Én úgy gondolom, hogy itt az adatok más értelmezéséről van szó. Jelenleg a politikai kommunikációban túlsúlyt kap
a statisztikai hivatalnak a egyes folyamatokkal kapcsolatos pozitívabb értékelése, és úgy érzem, hogy a negatív jellegű kifejezések háttérbe szorulnak. Miről van szó, mire gondolok? Arról, hogy az emberek nagy része jelenleg internetről tájékozódik, nem újságokat vesz, az interneten pedig különösen gyakori az az újságírói fogás, hogy néhány vastag sorban, headline-ban, vagy egy előzetes néhány mondatban kiemelik a fő híreket. Hát ez egy olyan kommunikációs trükk lehet, amiben hát pozitív dolgokat hangsúlyoznak, de utána benne van minden. Vegyük az ipari termelés legutóbbi adatait, ott 0,7%-kal csökkent, esett vissza az ipari termelés, de ha tovább olvasjuk a statisztikai jelentést, a végén van egy táblázat, amiben munkanappal szezonálisan kiigazított adat van, ami ennek a duplája már. Tehát azt hiszem, hogy a statisztikai műveltsége az ország lakosságának is elég alacsony. Nem is biztos, hogy érdekli a lakosságot igazán mélyen az, hogy a statisztika módszertana milyen, mit jelent a munkanélküliségi mérőszám. A szakmáját kérdőjelezi meg az, hogyha játszanak a számokkal és a tényekkel, mert egy idő után azt fogják mondani az emberek, hogy persze, hát ez is igaz, meg az ellenkezője is minden oldal mást mond. Igen, én azt hiszem, hogy valamennyi korábbi KSA elnök már szóvá tette ezt, Katona Tamás, Mellár Tamás, és hát nyilvánvalóan én is beletartozhatok ebbe a sorba, hogy komolyabban kell ezt venni, felül kell vizsgálni azt, hogy a tényleges adatközlések azok ne adjanak okot semmiféle félreértése vagy félre magyarázásra. Tulajdonképpen már elmondta azt is, amit kérdésben fogalmaztam volna meg, hogy igazából milyennek látja a valódi adatokat, és milyennek látja az ország valódi helyzetét a számok nyelvén, de hát erre már tett egy utalás az ipari termelés adataival. Igen, én úgy gondolom, hogy azért a válság mélyét talán elérte az ország, a gazdaság, és innen talán kezdődhet valami kilábalás. Most én a Policy Agendának vagyok a kutatási igazgatója, és ott mindenféle felméréseket csinálunk, például egy gazdasági fejlődési indexet, és most azt láttuk a második negyed évben, hogy hát a pénzügyi folyamatok, a monetáris fiskális folyamatok ebben elmúlt negyed évben megnyugodtak ugyan, de a hírek azok a második fél évre vonatkozóan nem igazán kedvezőek. Tehát valószínűleg év végéig stagnálás lesz, nem fognak javulni ezek a folyamatok. A háztartások meg a vállalkozások körében pedig kifejezetten negatív folyamatok jelentkeztek, mutatkoznak, amik év végéig valószínűsítik a GKI-nak a prognózisát egyébként, és valószínűsíti azt, hogy itt egy erőteljesebb GDP visszaesés lesz, mint amit a kormány mond, illetve hát amit mindannyian remélnénk egyébként, de hát sajnos a tények azok igen magasak. Hát sok köszönet, nincs abban, amit most elmondott, de erről nem ön tehet. Én viszont köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen.